Örvendez Istennek, ó te egész föld! Énekeljétek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ez ünnepi közgyűlés alkalmával, beiktatási ünnepség alkalmával hozzátok is szólni kíván, írva van János evangéliuma 6. részében, a 67-től a 69-ig terjedő versekben. Így olvashatjuk Isten igéjét. Mondd azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felel neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Eddig az olvasott ige. Nagy tiszteletű esperes urak, gondnok urak, főkonzul úr, kedves családjával egyetemben, lelkész testvérek, gondnok presbiter testvérek, ünneplő keresztény gyülekezet, nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés. Egy új választási ciklust kezdtünk, és most sorra jönnek a beiktatások, hiszen egyházi törvényeink értelmében a január 1-ét követően 2 hónap alatt minden egyházmegyében végbe kell, hogy menjenek a beiktatások, és meg kell, hogy alakuljon az egyházmegye vezetősége. Ennek voltunk most tanúi a választásnak a különféle egyházmegyei tisztségekre itt a Lénártfalvai Kultúrházban. És azt is tudom, hogy ilyenkor olyan ez, mint egy új esztendő, amikor mindenki vesz egy nagy levegőt, és új lendülettel próbál indulni, és jó is van ez így. Azért, mert Isten is adja azt az indulatot belénk, hogy egy-egy új ciklus alkalmával, új erővel, új elképzelésekkel tudjunk lépegetni előre, megismerve esetleg azt, vagy tudatosítva azt, hogy mi volt esetleg rossz, vagy nem megfelelő, amit a múltban tettünk, ahogy viszonyultunk a dolgokhoz, és most lehetőségünk van újból lépni, újból tovább lépni, és esetleg azokat a dolgokat, amik nem úgy sültek el, korrigálni. Én magam is szeretném megköszönni itt a nagy tiszteletű közgyűlés előtt is azt gondnoktársammal együtt, hogy a gyülekezetek arra méltattak, hogy ismét 6 esztendőn keresztül odafigyelhetünk egyházunk életére, és ha Isten ad bölcsességet és ad ahhoz készséget, akkor vezetni tudjuk az egyetemes egyházat. De itt a mai alkalommal most esperes és gondnok beiktatáson és egyéb tisztségviselők beiktatásán vagyunk együtt, és mi mindannyian azt vállaltuk, hogy alkalmas és alkalmatlan időben megpróbálunk helytállni, és vallást tenni a mi Urunkról, aki elhívott minket szolgálatra. Ez nem könnyű feladat. Sok-sok nehézséggel jár. Főgondnok úr úgy fogalmazta meg, hogy a múlt heti beiktatás alkalmával annyi áldást raktak a vállunkra, hogy épp elég lesz hordozni. De tény és való, hogy elég hordozni a problémákat és nehézségeket, mert az a legrosszabb, amikor az ember a közömbösséget látja, vagy a nem akarást, vagy más nehézségeket, amelyek támadnak. És pontosan ezért kellenek ezek az alkalmak, amikor kisebb vagy nagyobb közösségek, mint ahogy itt most a Gömöri Egyházmegyének a Gömöri Egyházmegye közgyűlésének a tagjai és meghívott vendégek, vagy a gyülekezetek tagjai együtt vagyunk, és beiktatás van, eskütétel van, mert újból és újból tudatosíthatjuk azt, hogy mit vállalunk. És ehhez feltétlenül fontos
Isten igéjének eligazító, elcsendesítő és erőt adó igéje. A kereszténység történetében nagyon sokan voltak már, akik Jézus beszédét nem bírták hallgatni. Ez a néhány igevers is János evangéliumából egy olyan történetnek a végén játszódik le, amikor Jézus nagyon keményen szól az őt körülvevő sokasághoz, látják ugyan a csodákat, amit ő tesz, mégis kemény beszédnek tartják azt, ami Jézus ajkáról elhangzik. Gondoljunk csak a hegyi beszédre, amikor azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És elkezdi felsorolni sorba mindazt, ami a törvényben írva van, megmondatott a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, hogyha valaki gonosz indulattal tekint felebarátjára, már gyilkolt az ő szívében. Vagy megmondatott a régieknek, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom néktek. És mondja ezeket a kemény beszédeket. És újra helyre akarja állítani a törvényt a maga igaz értelmében. Beszél a képmutatóskodásról, az almizsnálkodásról, ne tudja a jobb kéz, mit cselekszik a bal. Ma nem háborodunk fel Jézus kijelentéseit? Hogyha ma előhoznánk az Isten törvényét, amit Jézus betöltött, visszaadta helyes értelmét, akkor bizony nagy felháborodás lenne, hiszen így is van elég sok felháborodás, amikor az egyház ezt vagy azt ex katedra esetleg kijelent. Úgy szintén felháborodunk, amikor elemezzük például az egyháztagságnak a kérdését, ki lehet egyháztag? Ki az egyháztagja? Vagy valakinek elmondjuk, hogy mit is jelent valójában a keresztség, nem az, hogy nevet kap a gyerek, hanem egy sokkal súlyosabb, sokkal mélyebb értelmű dologról van szó. A nevét megkapta már akkor, mikor bejegyezték, hogy ott fogják hívni. Vagy a konfirmáció, amikor elmondjuk, hogy vallást teszünk arról, hogy egész életünkben Jézus Krisztusnak fogunk szolgálni. És következő vasárnap a konfirmandus, vagy a konfirmált már nincs is Isten tisztelete. Nagyon kemény beszédeket lehetne mondani, és imitt-amott meg is ejtjük ezeket, vagy amikor szó van az adakozásról, és azt mondjuk, hogy milyen nehéz élni. De vizsgáljuk meg akkor, hogy mi mindenre jut nekünk napközben. Pont az egyházra nem jut, sok esetben. Ilyenkor föl lehet háborodni, de miért is háborodunk fel? Az igazság miatt? És Jézus a tanítványokhoz fordul egy kérdéssel, vajon ti is el akartok-e menni? Jézus tudni akarta azt, hogy volt-e rájuk hatással a sokaságnak a döntése. Azoknak a döntése, akik elhagyták őt, elfordultak tőle. Nem hatalmasodott-e el a nyáj szellem, és nem sodort-e magával a tanítványokat ez az elgondolás? Bizony sokszor ez történik, amikor véleményt kell alkotni különféle kérdésekben, és olyan gyakran halljuk azt, hogy hát mindenki ezt teszi, hát én is ugyanígy élek. Egyszer s mindenkorra meg kellene már értenünk, hogy nem sántikálhatunk két felé. Mint ahogy két úrnak sem szolgálhatunk. És ma ez nagyon fontos, és egyre fontosabbá válik, hiszen nagyon érezhető, hogy mennyire kezd éles lenni, kiéleződni a határ, a világ elképzelése, és a, mondjam úgy, hogy konzervatív keresztény értékeket vallók elképzelése között. Hiszen mindenféle vélemények, mindenféle ideológiák terjednek, mindenféle életszemlélet, és érezzük és látjuk azt, hogy hogyan devalválódnak az értékek. És Jézus tudni akarja azt, hogy a tanítványoknak mi a terv. És itt ez az ige, amikor megszólít bennünket, akkor tényleg hozzánk szól, és tőlünk is kérdi, ti is el akartok menni. Mivel
Mi most itt vagyunk. Úgy gondolom, hogy erre a válaszunk az, hogy nem. Nem akarunk elmenni. Mi Jézust követni akarjuk, mi az ő tanítását el akarjuk fogadni, mi ennek az értelmében szeretnénk életünket rendezni és igazgatni. Február 7-én nagyon komoly dologról kell népszavazás keretében döntenünk. És egyszerűen nem akarnak ebből az irányból semmiféle reklámot, szinte egyértelmű a dolog, hogy azt akarják, hogy elbukjon ez a népszavazás. És akkor mi keresztjének hogy állunk ehhez? Leintjük, háttérbe vonulunk? Ha mi most nem mondunk igent, én úgy gondolom, nagyon megszégyenülünk. De lássuk meg azt is, hogy mi készül ebben a világban. Hogy mi az az ideológia, amely megmétejezi a világot, megmétejezi az egyéneket. Lassan ott tartunk, hogy azoknak kell félni, akik normális családi életet élnek. Hadd mondjam el, egy Hofi kabaré volt valamikor régen, amikor az 56-os menekültek lassan szállingóztak vissza Magyarországra, és egyik alkalommal, nem tudom, szilveszteri vagy más kabaré volt, Hofi azt mondta, hogy mennyire nagy örömmel üdvözölték az 56-ba kimenekülteket, akik visszatelepültek, és azt mondja, hogy én bemegyek az elvtársakhoz, megkérdem. Az, hogy én 56-ban nem mentem ki, nem lesz nekem ebből valami bajom? Testvérek, lassan nekünk is ezt kell kérdezni. Az, hogy én normális életet akarok élni, nem lesz ebből nekem valami bajom? És valójában itt tartunk. Rá kell döbbennünk, hogy a világ igenis elindult a pusztulás útján. De épp ezért kell nekünk megerősíteni kezeinket, lábainkat, épp ezért kell megerősíteni gyülekezeteinket, egyházmegyéinket és egyházunkat, hogy bátran hitet tudjunk vallani. És bátran ki tudjuk mondani, hogy az az igaz, amit Krisztus mond, az az igaz, amit Isten ránk bízott, az az igaz érték, ami évszázadok óta jellemezte a mi református magyar népünket, mert ezek mind megtartó értékek. A mi nyelvünk, a mi kultúránk, a nemzethez tartozásunk, a hazánkhoz való hűség és szeretet, és mindaz, ami ezzel együtt jár. És érték a család, érték minden egyes élet. Mert az Isten, ha világra rendelte, annak értéke van, és annak feladata van. És ezért nagyon fontos most ez a mai alkalom is. Az az érzésem, hogy nagyon komoly időszak következik, amely nagyon komoly hitet fog igényelni. És amikor ez a gömöri egyházmegye megválasztotta a vezetőségét, én nagyon hiszem, hogy Isten szent lelkének munkája által választottátok meg őket, és akiket megválasztottatok, így fognak bizonyságot tenni majd eskütétel alkalmával is az ő hitükről, és vállalják azt, hogy az Isten igazsága mellett kiállva, gyülekezetek életét, munkáját erősítve fogják végezni szolgálatukat. Ehhez kérjük Isten áldását, gyertek, imádkozzunk! Nagytiszteletű Esperes úr, gondnok úr, nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés, nem akarok ismét egy igehirdetést mondani, de azért úgy gondolom, úgy illik, hogyha az egyházmegye esperesének és egyházmegyei gondnokának a beiktatása kapcsán egy néhány szót mégiscsak szólok, és pedig Péter apostol közönséges első levele 5. részéből a 7. verset olvasom. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.
Hát ismét itt állunk az úrasztalánál egy új ciklusnak a kezdetén. Szép ünnepi alkalom keretében, de az ünnep mögött azért úgy gondolom, mégis nagyon sok minden meghúzódik. Hiszen meg kell említenünk Esperes úr részéről, gondnok úr részéről a sok odaszánt időt, az erőt, a fáradtságot, sokszor a bosszúságot, a keserveket, a problémák özönét és terheit, amelyek a vállunkat nyomják. Bizony, nagy a teherhordozás. Ilyenkor mindannyian úgy fölbuzdulunk, és azt mondjuk, hogy főként az ünnepség végén, hogy milyen szép ünnepség volt, és olyan jó volt együtt lenni. De azért az ünnepség sok mást is takar. Aki elvállal egy-egy ilyen funkciót, az láthatja ugyan az örömöket is, láthatja a szépet is, azt, hogy hogyan alakul egy-egy egyházmegyének az élete, és viszont láthatja a problémákat is. Itt a Gömöri egyházmegyéről van szó. Én úgy gondolom, hogy ez a Gömöri egyházmegye egy nagyon jó kis közösség lett. És ezt gondolom a lelkész testvérek is ugyanígy tartják, és el kell mondanom azt is, ami mindenképpen öröm, hogy az egyek meg az egyeknek a szolgálatától, odaszánásától és odafordulásától válik ilyenné egy-egy közösség. És amikor minél többen így gondolkodnak, hogy én is megyek, mert én is ott akarok lenni, és én is részese akarok lenni ennek, én is részt akarok ebben vállalni, én is adni akarom azt, amit adni tudok, akkor alakul minden ilyenné. És akkor könnyebbednek egy vezetőnek is a terhei, mert akkor tudja, hogy számíthat azokra, akik önmagukat is odaadják abban a szolgálatban, amit vállaltak. Péter apostol azt írja közönséges levelében, tehát ez egy körlevél volt, és a gyülekezetekben sorra felolvasták, azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. És ez egy bíztatás. Itt az ige után van három apró betűvel szedett ige rész, és pedig a Zsoltárok könyvéből, Máté evangéliumából és a zsidókhoz írott levélből. Ezek alátámasztják ezt a biztatást, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. A 37. Zsoltárban hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amikor szolgáltok itt ebben az egyházmegyében, akkor talán nem is lehet más tenni, mint az Úrra bízni a gondokat és a terheket. És azt várni, hogy Uram, adj megoldást. És hiszem, hogy mindig jön megoldás. Vagy a Máté evangéliumában azt olvashatjuk a 6. fejezet 25. versében, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ott tovább van írva, ti éltetek felől, mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. De lehet, hogy azt is lehetne mondani, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy ezt vagy azt a problémát hogy oldjátok meg, erre vagy amarra a helyre most kit rendeljetek, ezt vagy amazt a gyülekezetet most ki fogja beszolgálni, vagy ezt vagy azt most hogyan rendezzük, hogyan fegyelmezzünk, hogyan simítsunk. És a zsidókhoz írott levélben, 13. rész, 5. vers, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Kell ennél több? Kell ennél több ilyen szolgálatok végzésekor, amikor azt tudjuk, hogy az Úr nem távozik el tőlünk? És ezek azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgok ebben a szolgálatban, mert egyértelmű mindannyiunk számára úgy gondolom, hogy Isten tart meg bennünket. De azért olyan jó újból és újból hallani ezt a bíztatást. Ő hív el minket, ő tart meg minket,
és neki tartozunk elszámolással. Én azt kívánom, hogy ez legyen a ti szemetek előtt mindenkor, amikor irányt kell mutatni, amikor nyújtani kell, amikor adni kell, amikor támogatni kell, de akkor is, amikor fegyelmezni kell. Ne féljetek ezt sem tenni, mert ő elrejt és támogat benneteket. Ezért vessétek minden gondotokat őre á, mert neki gondja van rátok, és hiszem, hogy gondja lesz rátok ebben a hatesztendős választási ciklusban is. Isten így áldjon meg titeket a ti szolgálatotokban, és most megkérlek benneteket, hogy tegyétek le azt a hivatali esküt Isten és a gyülekezet szín előtt, amit már tudom, hogy jóval korábban, hatesztendővel ezelőtt is letettetek. Kérem, hogy a gyülekezet fönnállva hallgassa meg az eskütételt. Tegyétek jobb kezeteket szívetekre, és mondjátok utánam úgy az esperes egyházmegyei gondnok, de mint zsinati tagok is az eskünek a szövegét. Én Nagy Ákos Róbert. Én Bán Zoltán. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Egy örök igaz Isten. Hogy mint a Gömöri Egyházmegye. Hogy mint a Gömöri Egyházmegye esperese és zsinati képviselője. Gondnoka és zsinati képviselője. A tisztemhez tartozó kötelességeket. Tisztemhez tartozó kötelességeket. Híven és lelkiismeretesen teljesítem. Híven és lelkiismeretesen teljesítem. Isten igéjének tiszta hirdetésére. Isten igéjének tiszta hirdetésére. Anya Szent Egyházunk hitelveinek megtartására. Anya Szent Egyházunk hitelveinek megtartására. Az egyházunkhoz tartozók. Az egyházunkhoz tartozók. Evangéliumi szellemben való tanítására. Evangéliumi szellemben való tanítására. A gyermekek református keresztény vallásban való nevelésére. A gyermekek református keresztény vallásban való nevelésére. A tiszta erkölcsök fenntartására. A tiszta erkölcsök fenntartására. A fegyelemnek egyházunk törvényei szerint való gyakorlására. A fegyelemnek egyházunk törvényei szerint való gyakorlására. A szeretet szolgálatnak végzésére. A szeretet szolgálatnak végzésére. Híven felügyelek. Híven felügyelek. Egyházunk törvényes szabadságát, alkotmányát. Egyházunk törvényes szabadságát, alkotmányát. Megtartom és megvédem. Megtartom és megvédem. Egyházunk alkotmányát. Egyházunk alkotmányát. Szabályrendeleteit és törvényeit. Szabályrendeleteit és törvényeit. Valamint a törvényes hatáskörben hozott határozatokat. Valamint a törvényes hatáskörben hozott határozatokat. Végrehajtom és végrehajtatom. Végrehajtom és végrehajtatom. Az egyházi törvényes felsőbbség. Az egyházi törvényes felsőbbség. Törvényes rendelkezéseinek engedelmeskedem. Törvényes rendelkezéseinek engedelmeskedem. Mint kormányzó és bíró. Mint kormányzó és bíró. Részrehajtatlanul. Részrehajtatlanul. Igazságosan és lelkiismeretesen járok el. Igazságosan és lelkiismeretesen járok el. Anya Szent Egyházunk belső és külső építésében. Anya Szent Egyházunk belső és külső építésében. Példaképpen elöljárni törekszem. Példaképpen elöljárni törekszem. És minden igyekezetemmel azon leszek. És minden igyekezetemmel azon leszek. Hogy magamat egész életemmel. Hogy magamat egész életemmel. Jézus Krisztus alázatos szolgájának. Jézus Krisztus alázatos szolgájának. És református keresztény anyaszentegyházunk. És református keresztény anyaszentegyházunk. Hű tagjának bizonyítsam. Hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Hallotta Isten, és hallottuk mi is a ti esküvésteket. Tartsátok meg azt, hogy Isten áldása veletek maradjon, és megáldjon benneteket a ti szolgálatotokban. Kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, tegyen titeket erősek ki a hitben, alázatosakká a szolgálatban,
figyelmesek ki a sáfárkodásban, egymást megelőzővé a szeretetben és a jó cselekedetekben. Övé legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, mielőtt az egyházmegyei tisztségviselők letennék a fogadalmat, engedtessék meg nekem néhány szó. Először is megköszönöm főtiszteletű püspök úrnak a szolgálatát. Mindkét igét, az igei kérdés, valóban el akarunk-e menni? És köszönöm a bíztatást is. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Talán lehetek annyira személyes, hogy 6 esztendővel ezelőtt a komáromi templomban éppen ezzel az igével mondtam püspök úr szolgálatára és főgondnok úr szolgálatára áldást, és én azt hiszem, hogy tényleg erre szükségünk van. És azt is engedjék meg, hogy nagyon röviden válaszoljak erre a kérdésre, hogy tényleg el akarunk-e menni? Nem. Maradni szeretnénk Krisztus mellett, maradni szeretnénk Gömörben, magyar, református keresztény emberként, mert ennek a Gömörnek, ennek a világnak hívő, hitvalló, református keresztény emberekre nemzetiségi örökségüket büszkén hordozó és megőrző emberekre nagyon nagy szüksége van. És én hiszem, hogy mindenki, aki vállalt tisztséget ebben az egyházmegyében, vagy aki éppen egyszerű presbiterként, gondnokként, gyülekezeti tagként, polgármesterként, lelkipásztorként valamit hozzátehet a közös szolgálathoz, akkor én hiszem, hogy mindannyian lehetünk együtt. Itt a földön, még ha mi gyarló és esendő módunkon is, de Isten országának az építői. Én csak azt kérem, hogy Isten segítsen meg bennünket ebben a közös szolgálatban, hogy valóban tudjuk büszkén és hittel hordozni mindazt, amit Isten reánk bízott, amivel megajándékozott. Filippi beliekhez írott levél második részéből, második, harmadik, negyedik és ötödik verset hadd olvassam. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Jelenések könyvéből vett igével hadd zárjam ezt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Most pedig szeretettel kérem az egyházmegyei tisztségviselőket. A tanácsbírák majd a következő sorban fognak fogadalmat tenni, tehát kérem először a zsinati tagokat, zsinati póttagokat, tisztelettel kérem a megválasztott egyházmegyei tanácstagokat és egyházmegyei póttagokat, az egyházmegyei jegyzőket, az egyházmegyei bírát, illetve egyházmegyei ügyészt, és minden tisztségviselőt a tanácsbírákon kívül, hogy jöjjenek ide, e közösségbe, és tegyék le az esküt. És szeretettel kérlek benneteket, hogy tegyétek kezeteket szívetekre, mondjátok utánam az eskü szövegét, a gyülekezetet pedig kérem, hogy álljon. Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek,
Teljes Szent Háromság, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, egy örök és igaz Isten, hogy egyházunk alkotmányát, hogy egyházunk alkotmányát, és törvényeit megtartom, és törvényeit megtartom, valamint a tisztemmel járó kötelességeimet, valamint a tisztemmel járó kötelességeimet, híven teljesítem, híven teljesítem. Anyaszent Egyházunk belső és külső építésében, Anyaszent Egyházunk belső és külső építésében, példaértékűen szolgálni törekszem, példaértékűen szolgálni törekszem, és minden igyekezetemmel azon leszek, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész életemmel, hogy magamat egész életemmel, Jézus Krisztus alázatos szolgájának, Jézus Krisztus alázatos szolgájának, és református keresztény Anyaszent Egyházunk, és református keresztény Anyaszent Egyházunk, hű tagjának bizonyítsam, hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Hát így segítsen meg benneteket a mindenható Isten, és az ő áldása kísérje a ti szolgálatotokat. Most pedig helyetekre fáradhatok, és ezt követően tisztelettel kérem az egyházmegyei tanácsbírákat, jobb kezeteket szívetekre helyezve mondjátok utánam az esküszövegét. Én esküszöm az élő Istenre, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, egy örök és igaz Isten, hogy tanácsbírói tisztemhez, hogy tanácsbírói tisztemhez kötött minden feladatot, kötött minden feladatot a Szentírás mértéke szerint, a Szentírás mértéke szerint híven és lelkiismeretesen teljesítek, híven és lelkiismeretesen teljesítek egyházunk hitelveit, egyházunk hitelveit és törvényeit megtartom, és törvényeit megtartom. Az egyházi törvényes felsőbbség, az egyházi törvényes felsőbbség törvényes rendelkezéseinek engedelmeskedem, törvényes rendelkezéseinek engedelmeskedem. Minden rám bízott ügyben, minden rám bízott ügyben, valamint a bírói határozatok meghozatalánál, valamint a bírói határozatok meghozatalánál, az egyházi törvények értelmében, az egyházi törvények értelmében, részrehajlás nélkül, részrehajlás nélkül, igazságosan és lelkiismeretesen járok el, igazságosan és lelkiismeretesen járok el. Anyaszent Egyházunk külső és belső építésében, Anyaszent Egyházunk külső és belső építésében példaértékűen elöljárni törekszem, példaértékűen elöljárni törekszem, és minden igyekezetemmel azon leszek, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész életemmel, magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájának, Jézus Krisztus alázatos szolgájának, és református keresztény Anyaszent Egyházunk, és református keresztény Anyaszent Egyházunk hű tagjának bizonyítsam, hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Amen. Hallgassa meg Isten a ti eskütételeteket, és segítsen meg abban, hogy ehhez hűségesen, ehhez az eskühöz is hűségesen szolgáljátok a mindenható. Hatalmas Isten!